Sziasztok! Szeretettel várunk benneteket az idei kazetta táborba, amely 2023. augusztus 13 és 20 között kerül megrendezésre a Balatonboglári Babel Campben. Ha még nem jártatok nálunk és szívesen belenéznétek, hogy milyen a tábor hangulata, akkor nektek szól ez a videó. A tábor alapvetően három jól elkülöníthető részre osztható, nyitónap, képzési napok és záró hétvége. Ezeket fogom most nektek villámgyorsan bemutatni. 13-án a késő délelőtti délután érkezéskor a kötelező körökön kívül, mint regisztráció, szobák elfoglalása, ilyenkor szokásos dolgok, csapatépítő játékokkal készülünk nektek, tehát egymás megismerésével töltjük ki az időt a 15 órakor kezdődő tábornyitó szentmiséig, melyen a zenei szolgálatot a tábor tanáraiból álló zenekar végzi. Ezután a délután folyamán liturgikus előadást hallgattok meg, Mely az első táborozóknak kötelező, azoknak viszont, akik már részt vettek korábbi táborokban, alternatív előadással készülünk. Ennél senkinek, amit ti előadással Mi jól a másnapi tanári koncertet a kollégákkal. Este közös vacsoró után szabad program van. Mi tavaly például lementünk megnézni, hogy megvan-e még a Balaton. Meg. A hétfőtől péntekig terjedő időszak 5 alapeleméből hasonló napot foglal magába. Minden napot közös imával, tornával és hirdetésekkel kezdünk fél 8-8-ig, aztán 8-tól közösen megreggelizünk. A 8.45-től 15 ig tartó idősávban lesznek az egyéni óráitok, egy 45 perces hangszeres óra, illetve egy szintén 45 perces énekóra. Aki matekból kicsit erősebb, az ebből kiszámolhatta, hogy délelőttönként összesen másfél óra elfoglaltságotok és három óra szabadidőtök lesz. A szabadidőben nyilván célszerű gyakorolni a másnapi órákra és a zenekari gyakorlatokra, de itt nyilván van idő beszélgetni, játszani, pihenni, strandolni, stb. A délelőtt lezárásoként 13-15-től közösen megebédelünk. 14.00-tól 14.45-ig még van egy egyéni órás idősáv, ha nagyon sokan vagyunk, és legyen így, akkor az egyik egyéni órád lehet, hogy itt lesz, ha így lesz, akkor délelőtt még a többieknél is több szabadidő lesz, ha viszont már délelőtt megvoltak az óráid, akkor itt lesz lehetőség egy kis ebéd utáni csendes pihenőre. 15 órától minden nap tematikus előadással készülünk nektek, kis ízelítő a korábbi témákból, volt már szó zenelméletről, dalszerzésről, hangosításról, énekes hangképzésről, a karakteres muzsikálásról, Zsoltár éneklésről, Kotta használatáról, illetve én három előadást is tartottam arról, hogy hogyan változom minden évben a hajviseletet, akarom mondani gyakorlási módszert, a önfejlesztés és tudatos hangszerelés témákban. 16.00-tól 17.30-ig, illetve 17.30-tól 19.00-ig két turnusban zenekart tartunk. Az érkező zenészeket hangszerek szerinti arányokban zenekarokba soroljuk, ha például teljes zenekarra jöttök, akkor kérhetitek, hogy együtt legyetek természetesen. Ezek a zenekarok a hét során együtt próbálnak, együtt készülnek, és két-két dallal szerepelnek majd a szombati táborzáró koncerten. 19 órától közösen megvacsorázunk, majd 20 órától minden nap kórus próbát tartunk. Ez alól csak a hétfői nap kivételt, amikor a vacsora után a tanári koncertet hallgathatjátok meg. A keddi, szerda és csütörtöki napokon a kórus próba után 21 órától az egyik nap közös, valamennyire irányított dicsőítés, másik nap kerekasztal beszélgetés, illetve a harmadik nap kötetlen tábor tüzes dicsőítés lesz. Péntek estére már nem szoktunk szervezett programot tenni, hogy a tábor legfontosabb, leghosszabb szombati napján mindenki a lehető legpihentebb tudjon lenni. El is érkeztünk a tábor utolsó szakaszához. Szombaton egész nap a késő délutáni táborzáró koncertre készülünk. Napközben a zenekarok egymást váltják a hangbeálláson, a köztes szabadidőkben pedig van lehetőség a zenekaros dalok utolsó átgyakorlására is. Késő délután megtörténik a táborzáró koncert, melyen a zenekarok két-két dalos előadása után a tábori kórus is bemutatja műsorát. A koncert után este természetesen szabad program következik. Másnap, a tábor utolsó napjának reggelén táborzáró szentmisén veszünk részt közösen, majd összepakolunk és fájó elhagyjuk a tábor helyszínét, a fájószív nem kötelező elem, de a tapasztalat azt mutatja, hogy így lesz. Körülbelül így néz ki a tábor. Ha valakit még ennél részletesebben is érdekel a dolog, akkor van egy körülbelül másfél órás vlog sorozatom a tavalyi táborról, ami elég jó betekintést enged a egyes napok részleteibe, illetve egyéb más videós anyagok linkjét is bedobálom nektek ide alulra a leírásba. Nagy szeretettel várjuk a jelentkezéseiteket, a jelentkezés linkjét is beteszem a leírásba, ha bármi kérdésetek van, akkor keresétek a szervezőket az ott megadott e-mail címen. És még egy fél mondatot engedjetek meg a pénz kérdéséről. A tábor díja idén 56 ezer forint, ezt nem is titkoljuk, hogy ez, ez nyilván emelkedett tavaly óta. Szerintem, hogyha körülnéztek a mikrokörnyezetetekben, akkor, akkor látjátok és érzitek, hogy miért. Én úgy szoktam ezzel kapcsolatban gondolkodni, hogy azt gondoljátok végig, hogy, hogy mit kaptok ezért a pénzért. Kaptok ezért a pénzért egy heti szállást, egy heti kaját, Balatont, és szakmai programok sokaságát. Én ezt szoktam fejbe ütköztetni az, hogy 56 ezer forintban még hány napra tudnék elmenni egy láblógatos nyaralásra, hát nem sokra. Gondoljátok át, hogy belefér az anyagi és az időbeli lehetőségeitekbe. Minden esetre mi szeretettel várjuk a jelentkezéseiteket. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszik, hogy hírt adok például ilyen eseményekről, akkor kérlek, hogy osszátok meg ennek a videónak a linkjét barátaitokkal, zenekaros társaitokkal és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra YouTube-on. És tudjátok, a szemüveg nem jó hallásra, viszont látásra.